irgalmad rám zúdul, lefedez. Szívemben tűz forró láng, láng, láng. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit 2012 karácsonyán a Szigetszent Miklósi Szabad Keresztény Gyülekezetben. Amikor arról gondolkoztam, hogy mivel köszöntsem a gyülekezetet és a kedves tévénézőket, akkor az 1 János 4. részből jutott eszembe egy nagyon csodálatos ige, amit most szeretnék felolvasni. Tehát 1 János 4 és a 7. verstől. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Jézus Krisztusban a szeretet maga jött le erre a földre. És amikor karácsonykor ünnepelünk, akkor valóban úgy érezzük, hogy megváltozik az egész világ. A szeretet maga megtestesült Jézus Krisztus személyében. És aki találkozott evel a szeretettel, azután tud szeretetet adni. Nekünk keresztényeknek azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb kihívás az életünkben, hogy továbbadjuk azt a szeretetet, azt a szerető Istent, akivel mi találkoztunk. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül is, és mindenkin keresztül, aki Jézus Krisztus befogadta a szívében, ezen a 2012-es karácsonyon is el tudjon jönni a családjainkba, a barátainkhoz, a szomszédainkhoz, a gyülekezeteinkbe, és az egész országunkat birtokba vegyen. Ez az isteni szeretet. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk előtted, és a te jelenlétedbe lehetünk. Köszönjük, hogy ez a szeretet megváltoztatta a világot. Lehet, hogy fizikailag nagyon sokan nem látják ezt, de tudom azt, hogy akik találkoztak veled, a szeretet Istenével, azok látják, és érzik, és hiszik ezt. Mennyei Atyám, a Jézus nevében arra kérlek, hogy hadd tudjuk mi, akik hiszünk benned, és tudjuk, hogy ki vagy, és hogy tudjuk, hogy te a csodálatos szeretetedben elhoztad a megváltást erre a világra. Hadd tudjuk továbbadni az embereknek. Hadd tudjunk élni minden nap ebben a szeretetben, ne csak karácsonykor, hanem minden nap, az életünk minden napján. Köszönjük, hogy Jézusban eljött ez a csodálatos szeretet erre a világra, és hisszük, hogy itt marad bennünk. Köszönjük, hogy ezt megígérted. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat 2012 karácsonyán. A karácsonyról azt mondják, hogy a szeretetnek az ünnepe. És így éljük meg valóban a legtöbb családban, és legtöbb normális és talán abnormális családban, hogy ilyenkor odafigyelünk jobban a többiekre. Sokan azt mondják, bárcsak minden nap karácsony lenne. Kedves testvérek, hogyha majd most el fogunk mélyedni az Istennek az igéjében, akkor látni fogjuk azt, hogy Isten úgy szánta, hogy minden nap benne legyünk abban a szeretetben, amiből talán karácsonykor még többet kapunk, mint általában. Tehát Istennek ez az akarata, és ez nem korlátozódik így az év végére ilyen roham munkában létrehozott szeretet milliőre, hanem az egész életünkre Isten ezt szabta és ezt ajándékozta. És ma igazán erről szeretnék beszélni. Néhány gondolatot hadd mondjak el arról, hogy én személyesen hogyan éltem meg a karácsonyokat. Biztos mindegyünknek megvan a maga sztoria, hogy gyerekkorotokban hogy éltétek meg a karácsonyt, amikor például rájöttetek arra, hogy hát nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, hanem anyuci, apuci díszíti föl, és valami trükkel kihozzák a kisgyereket, a nagyobbak már tudják, mosolyognak, hogy a öcsike, hugika még mindig hisz a Jézuskában, és akkor valami trükkel elvonják ugye a kisgyereket, és akkor egyszer csak beviszik a szobába, és ott a fenyőfa, meg közben itt járt a Jézuska. Tehát átmegyünk ezen a traumán, hogy amikor eszmélünk, úgy nem tudom, 10 éves kor körül, ki előbb, ki hamarabb, hogy nem a Jézuska hozza, hanem a szülők rendezik, és a szülők igyekeznek szeretettel a gyerekek felé ajándékokat adni, és örömöt szerezni a gyerekeknek és az egész családnak. Tehát amikor így gyerekkorunkra visszagondolunk, különböző emlékek vannak a karácsonyról. Én nagyon vártam, mert mindig kaptam valami érdekes ajándékot, meg akkor nem éltünk túl jó körülmények között, de akkor mindig volt narancs, meg magyaros csoki, még volt ez a piros magyaros csoki, az igazi, és akkor ott lehetett nagyon finomakat enni, jó lehet azért nem éheztünk sohasem, hála Istennek, de azért mégis az egy kiemelt ünnep volt ilyen szempontból is, és kaptam én is nagyon érdekes ajándékokat. Még ma is emlékszem némely ilyen ajándékra, apukám mindig ilyen műszaki jellegű ajándékot adott, mert nagyon szerette volna, hogy én műszaki pályára menjek. Hát ez nem sikerült, tehát
egyszer összeszereltem azt a traktort, aminek az lett volna a feladat, hogy összeszerelem, szétszerelem, és közben úgy nagyon megszeretem a szerelgetést. Na hát ez nem így történt. A barátom viszont átjött, és ő szerelgetett. Ő nagyon megszerette, ő műszaki ember is lett egyébként. De szép emlékeim vannak karácsonyról. Ugyanakkor, amikor elkezdtem serdülni, akkor valahogy éreztem, hogy van ebben némi képmutatás, nem tudtam talán így megfogalmazni 12-13 éves fejjel, 14 éves fejjel, hogy van ebben valami képmutatás, hogy ilyenkor úgy spiccen vagyunk a szeretetben, és hát máskor meg nem annyira. Hogy ez így talán nem stimmel, és valahogy máshogy kellene ennek lennie. És voltak olyan karácsonyaim, amikor bizony magányos voltam, és szenvedtem, és úgy gondoltam, hogy mindenkit körülvesz nagy szeretettel a családja. Jó lett, én is családban éltem, és ha úgy veszük, viszonylag kiegyensúlyozott családban. És mégis egy óriási űr volt a szívemben. És amikor Jézust megismertem, ez az űr betöltődött, és megismertem Istent, az igazi szeretetet. Tehát amikor karácsonyt említjük, akkor a legtöbb embernek így jön le, hogy ez a szeretet ünnepe. A magyar nyelv nagyon gazdag, és például sok nyelvben nincsen benne az, hogy szerelem. A magyarban ott van ez a szó, ami tudjuk, hogy különbözik egy kicsit a szeretet szótól, más jelentés tartalmú, de ha a görögben megnézzük, hogy ez alatt a szó alatt, hogy szeretet, amit a magyarra így fordítunk, mi szerepel, akkor három szó található a görög nyelvben. Az első kifejezés az az érosz, amit magyarul is így tudunk, hogy erotika, ami az önző, önmagamra irányuló szeretetet jelenti. Persze az első pillanatra mindenkinek mondjuk a szex jut eszébe, ez is abszolút abba tartozik. De például az is, hogy én nagyon szeretem a beiglit, mondjuk így karácsonykor. Vagy nagyon szeretem ezt a halászlét, vagy bármit. Tehát ez is egy ilyen testies, önmagunkra irányuló, magunkat megelégítő szeretet formula, ha úgy tetszik. A Bibliában egyébként ezt a kifejezést nem találjuk, de a korabeli görög irodalomban annál inkább. Tehát ez az érosz, a szeretet egyik jelentése a görög nyelvben. A másik a filia, amiből sokféle szavunk származik ma is, amiket használunk. Hogyha elé tesszük, hogy filó, az az emberek felé irányuló szeretetnek az előszava szó összetételekben, és ez ebből a szeretet szóból származik, tehát a filiából. És ez a filia, ez már kölcsönösséget jelent, ez nem csak magammal foglalkozik, de azzal is, de azon alapszik, hogy te szeretsz engem, én is szeretlek téged, igyekszük ezt a szeretetet megtartani, és teszünk is ezért. Ebbe a kategóriába tartozik a családi szeretet, a barátság, az igazi barátság, tehát ezek mind nagyon jó dolgok, és nagyon fontos, hogy ez ott legyen a szívünkben, az ilyen, a szeretetnek ez a megnyilvánulása. De a Biblia arról beszél, hogy van egy harmadik féle szeretet, és amikor Isten szeretetéről beszél a Biblia, sőt aztán később a hívőknek a szeretetéről, ott egy harmadik szó szerepel, méghozzá az agapé. És az agapé az a feltétel nélküli szeretet, az, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. És elfogadlak úgy, ahogy vagy, és azt keresem, hogy hogyan járjak a kedvedbe. Lemondva az én mindenféle igényemről. Hát ez az isteni szeretet. A modern korban úgy jelenik meg ennek a vetülete, a három szeretet típusnak, hogy ugye az érosznak, erotikának. Tegnap is kerestem a YouTube-on karácsonyi üzeneteket, és hát följönnek mindenféle hirdetések, ami hát az erotikára utalnak. Hogy most itt és azonnal, és a tied és minden. És kielégítheted a vágyaidat. A
filiánál úgy jelenik talán meg ilyen hirdetéseknél, hogy kalandorok kíméljenek, én hosszú távú kapcsolatra törekszem, párt keresek, de komolyan gondolom, stb. Na ez már a filia kategóriába tendál. És testvérek, hol hirdetik az agapét? Az Istennek a szeretetét. Hogy én ilyen hirdetést nem láttam még, hogy akárki vagy, gyere, a szívemre ölellek. Elfogadlak úgy, ahogy vagy. Szeretlek. Azért szeretlek, mert szeretlek. Tehát nem azért, mert jól nézel ki, mert kedves vagy hozzám, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. És itt vége a mondatnak. Pont. Ilyen hirdetéseket az újságokban nem találunk. De milyen csodálatos, hogy erről szól az Istennek az igéje, testvérek. És amikor karácsonyról beszélünk, akkor túl azon, hogy ez gyönyörű dolog, hogy egymásnak ajándékot adunk, és jobban odafigyelünk egymásra, megemlékezünk Istennek a csodálatos szeretetéről, arról az agapé szeretetről, hogy ő azt kereste, hogy mi a jó az emberiségnek. Ő azt kereste, hogy hogyan tudná rendbehozni azt, amit mi végzetesen elrontottunk. És Isten nem azt csinálta, mint sokan gondolják, hogy az Isten elfordult ettől a világtól. Akárha Madács művét nézzük, de nagyon sokan ma így gondolkoznak, hogy Isten nem törődik velünk, elfordult tőlünk, nézzél csak körül a világban, mi folyik, hallgass meg a híreket, és abból látni fogod, hogy hát az Isten elfordult tőlünk, de egyébként meg is érdemeljük, némelyek hozzáteszik, akiknek van egy kis önkritikájuk. De ez nem igaz. Gedeon is így gondolkozott, hogyha a Bírák 6-ot fellapozzátok, abban az van, hogy amikor az angyal köszönti őt, hogy az Úr veled erős férfiú, aki olyan helyzetben volt, már mint Gedeon, hogy elbújt, és ott az ellenség miatti félelemből elbújva csépelte a búzát, nehogy észrevegyék, nehogy elvegyék, és rögtön keserűen kifakadt, hát ha az Úr velünk, akkor miért esett meg mindez velünk, akkor miért vannak így ezek a dolgok? Az angyal erre a kérdésére nem is válaszolt egyébként, hanem mondta, hogy mit csináljál. Kedves testvérek, ezzel együtt az angyal igazat mondott. Az Úr veled erős férfiú, és az Úr velünk. És amikor az ige előre kijelenti Jézus Krisztusnak a születését az ószövetségi proféciákban, és nagyon sok ilyen proféciát találunk, az egyik profécia így hangzik, és ez mindjárt ugye a karácsonyi üzenethez kapcsolódik. Nevezik nevét Immanuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát ezt mondja Istennek az igéje Jézusról, előre kijelentve az ő eljövetelét, hogy az ő neve Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Isten Jézus Krisztusban megmutatta az ő szeretetét az egész világ számára. Amikor mi egymásnak ajándékokat adunk karácsonykor, akkor nagyon boldogok vagyunk, és örülünk, hogyha a másik örül. Várjuk, hogy kibontsa azt az ajándékot, és szeretnénk látni az arcán. És nagyon bántó az, hogyha valaki kibontja, és azt mondja, hogy hát én kicsit többre számítottam, vagy nem erre számítottam. Sajnos én is megbántottam így a szüleimet, hát akkor volt ez a farmer korszak, és mondtam nekik, hogy hozzanak, akkor mentek Jugoszláviába a farmerért, az én korosztályom tudja ez, hogy működött. És akkor vártam, hogy majd farmert kapok karácsonyra. Hát hoztak egy farmert, ilyen mai nyelvre fordítva Auchan gazdaságos farmert, de én hát persze valami top márkát vártam, és akkor mondtam, ilyen. És nagyon megbántottam őket. Ők a legjobbat akarták nekem, és azt hitték, örülök neki, és nem örültem neki. És kedves testvérek, amikor mi kibontjuk az Istennek az ajándékát karácsonykor, és nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján, Isten azt nézi, hogy mi hogyan fogadjuk az ő ajándékát. A Biblia azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Vagy a Bibliának a legrövidebb összefoglalása Isten irántunk való közeledésének, megoldásának a legtömörebb összefoglalása János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta,
hogy aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten adta az ő egyszülött fiát. A karácsonykor, Jézus eljövetelekor Isten ajándéka érkezett el az egész világ számára. És ebben az ajándékban Isten bemutatta önmagát. Bemutatta az önzetlen, végtelen, befogadó, feltétel nélküli szeretetét és szerelmét irántunk. Ez történt karácsonykor. És mégis miért van az, hogy sok ember ezt nem érti, nem érzi, nem érzékeli, hogy elérkezett ez a szeretet? Én is sokáig így éltem az életemet, 22 éves koromban jutottam hitre, és ha Istenre gondoltam, akkor inkább csak lázadó gondolataim voltak, vagy panaszkodó gondolataim ő ellene, hogyha Isten van és szeret, akkor miért nem rendezi úgy az én életemet, ahogy én kigondoltam akkor, hogy milyen jó lenne az úgy nekem. És Isten nem úgy rendezte az életemet. Egyáltalán, és amikor őt megismertem, akkor erre rájöttem, hogy ez így volt jó. Nagyon hamar rájöttem. Mert az, hogy az életem nem úgy folyt, hogy nekem megelégedésemre szolgált volna, az elindított azon az úton, hogy keressem az Istent. És azt látom, testvérek, hogy Isten minden ember életébe hoz ilyen lehetőséget, ilyen periódust, amikor beszorít bennünket. Sajnos így működünk. Ez az igazság, hogy így működünk. Hogy általában nem úgy az úri jókedvünkből keressük az Istent, hanem nagyon meg vagyunk szorulva. Lehet, hogy anyagilag, de lelkileg is sokan felfedezik, hogy meg vannak szorulva, és rájövünk a lehetőségeink véges voltára, és kívánjuk azt, hogy valami történjen az életünkben, valami jó végre történjen. És hadd mondjam el, hogy a legjobb jó megtörtént. Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek Jézus Krisztusban. A legjobb jó megtörtént, mert a Biblia azt mondja, hogy a szeretet nem abban van, hogy mi tettünk bármit, vagy mi próbáltuk szeretgetni egymást, vagy esetleg Istent, hanem a szeretet abban van, hogy Isten elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul az egész világért. Odaadta az ő fiát. A szeretet ebben van. Mert amikor az agapé szeretetről beszélünk, abban benne van, hogy nem az érzések alapján működik, hanem az Isten aktív cselekvése az irányunkban. Ez a szeretet. És ez a szeretet volt képes arra, hogy Isten a saját fiát küldje el, hogy érettünk meghaljon. Tudjátok, amikor valakinek a születéséről emlékezünk általában, akkor azért emlékezünk róla, mert valami nagyon nagyszerűt tett az életében. És azért emlékezünk meg a születéséről. Általában a haláláról is meg szoktak emlékezni a nagy embereknek, és így két dátum van, amikor valakiről úgy meg lehet nevezetesen emlékezni, a születése évfordulója, illetve a halálának az évfordulója. Kedves testvérek, olyan csodálatos, amikor Jézus Krisztusról emlékezünk az ő születéséről, karácsonykor, még sűrűbben, hogy így mondjam, vagy még többet gondolunk rá. Emlékezünk az ő halálára nagypénteken, emlékezünk az ő halálára, ugyanakkor tudjuk, 3 nap múlva Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ő elment, és azt mondta, hogy helyet készít nekünk, és visszajön. Tehát Jézus Krisztusról és az ő születéséről nem úgy emlékezünk, hogy született 0-nál, és meghalt 33-nál, és úgy vége van, és ott a szép sírkő, hanem úgy, hogy ő elment, feltámadt, legyőzte a halált, elment a mennybe, helyet készít nekünk, és visszajön. Az advent egyébként erről szól, az adventi felkészülés karácsony előtt, hogy az Úr eljövetele, azt jelenti a advent tulajdonképpen, és várakozás Jézus Krisztus második eljövetelére. És amikor mi karácsonyt ünneplünk, ebben benne van az, hogy megemlékezünk Isten óriási szeretetéről, ugyanakkor tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. És ebben az ünneplésben vagyunk. És ebben a várakozásban vagyunk. Visszatérek egy pillanat erejéig oda, hogy amikor megtértem, hogyan alakultak a karácsonyaim. Amikor
friss keresztény voltam, és az első karácsonyomat megéltem, és mivel november közepén tértem meg, így nagyon közel volt a karácsony, és nagyon jól emlékszem arra, hogy akkora öröm volt bennem, hogy megtaláltam a megváltómat, és most már nem vagyok egyedül, Jézus Krisztus az enyém, és tudtam, hogy új életem van. Nem a teológiai alaptételek tudásán múlott ez, hanem egyszerűen a szívemben tudtam, ahogy az ige mondja, hogy bizonyságot tesz a Szent Szellem a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ezt tudtam, és tudtam, hogy nem vagyok egyedül, és a több éves vergődéses depresszió után ezt átélni, hogy egyedül vagyok ugyan, de Jézus Krisztus ott él a szívemben, és minden megváltozott. És az a karácsony óriási ünneplés volt számomra, összehasonlítva az előző néhányal, amiben ugye nem így éltem meg a karácsonyt, nem ilyen örömben, hanem éppen depresszióban. Tehát erre emlékszem, és ilyenek voltak az első karácsonyaim, és aztán, ahogy egyre inkább megismertem Istennek a szeretetét, és a szeretetének a gazdagságát és a mélységét, amiről az ige is beszél, annál nagyobb jelentőséggel bírt a karácsony. Én most úgy készülöttem a karácsonyra, hogy ebben az évben is, hogy volt, hogy beszaladtam a szobámba, ezt még mondjuk Lilla se tudja, bár hát közös szobánk van, de ő a nappaliban volt, tehát beszaladtam a szobába, és azt mondtam, Uram, csodálatos vagy, hogy vállaltad, hogy eljöttél. Tehát mint egy gyerek, és most is így vagyok a karácsonnyal, mint egy gyerek, Uram, eljöttél, megszülettél, értem, jöttél el, és egyszerűen örülök neki, mint egy gyerek. És ez nem az érzelmek szintjén van, csupán, az is, de sokkal mélyebbről táplálkozik, annak a megértéséből, hogy Jézus Krisztus mit tett az életembe. És minél inkább megértjük az Istennek a végtelen szeretetét irántunk, amely Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, annál nagyobb ünnep a karácsony is számunkra, de akkor érezzük és tudjuk, hogy ez nem korlátozódik karácsonyra. Amikor a téli szünet után, mondjuk karácsony után elkezdődik az iskola, ám már nekem nem annyira az iskola, vagy elkezdődik a munka, akkor nem úgy állunk hozzá, vége a laza ünnepeknek, kezdődik a verkli megint, a mókuskerék, és akkor megint ugyanazt csináljuk, és hát szörnyű, hát majd egy év múlva lesz karácsony, hanem annak a tudata és az öröme, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, ez az év minden napjára elegendő, és az egész életünkre elegendő. És kedves testvérek, a Biblia is ezt mondja, a Péter, második Péter levelében, az első részben olvashatjuk ezt, hogy Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami szükséges a kegyes élethez, annak megismerése által, aki minket elhívott az ő hatalmával és dicsőségével. Tehát annak megismerése által nyerhetjük meg ezt az erőforrást, hogy mindennel megajándékozott bennünket. Tehát a Biblia ezt mondja, hogy ahogy megismerjük egyre inkább az Isten szerelmét, ami Jézus Krisztusban nyilvánvaló lett, innen származik az erőnk a kegyes élethez. A kegyes élet azt jelenti, hogy Istennel járunk, vissza tudjuk tükrözni Jézus Krisztust, Isten szeretetét tudjuk tükrözni az emberek számára, és benne vagyunk ebben a szeretetben a körülményektől függetlenül is. Tehát ez a forrása, ez az erőforrás számunkra az életünkhöz, hogy megismerjük egyre inkább, amit Isten tett Jézus Krisztusban. És karácsonykor újra fölelevenítjük ezeknek a kezdeteit, hogy hogyan lépett be Jézus Krisztus ebbe a korszakba, hogyan lépett be az emberiség történetébe. Tudjuk azt, kedves testvérek, hogy a Biblia úgy mondja, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt volt, hogy megváltsa a törvény alatt lévőket. Tehát csodálatosan mondja az ige, hogy amikor az időknek teljessége elérkezett. De hogyha megértjük a Bibliának az üzenetét, ott azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus a világ alapjainak felvetetése előtt ki volt választva, hogy eljöjjön megváltani bennünket. Így is mondja az ige, hogy a világ alapjainak felvetetése előtt megöletett bárány. Ezt mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mert nagyon bekorlátoz bennünket az idő kategória,
és ezt nehéz ettől elvonatkoztatni. De higgyük el gyermeki egyszerű szívvel, hogy az ige erről beszél, mert Istennél, mivel ő teremtette ezt a kategóriát, ő nem függvénye ennek a kategóriának, mármint az időnek, és Isten fölötte van. És azt tudjuk, hogy amikor a mennyben leszünk, nem lesz több idő. Hányan vagytok időzavarba időnként, testvérek, vagy állandóan? Hát jó hír, nem? Nem lesz idő. És az ige azt mondja, hogy a időnek, a korszakoknak a teljességében Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy eljöjjön ide erre a földre. És amikor elolvasok a karácsonyi történetet, akkor azt olvasok, ahogyan ez konkrétan megtörtént. És csodálatos üzenetek vannak benne, ami mind az Isten szerelmét tükrözi az emberiség iránt. Engem az ragadott meg talán a leginkább, hogy Isten a saját fiát úgy küldte el, hogy istállóban született meg. Ilyen félretolt, mai divatos szóval elutasított helyzetben született meg Jézus Krisztus. És akinek Isten szólt előre, hogy Jézus a világ megváltója megszületik, ezek nagyon különböző emberek voltak. Ezek nagyon egyszerű emberek voltak, hogy nem mondjam, tanulatlanok. Ugyanakkor tudjuk, hogy pogány, varázsló mágusoknak szólt, tulajdonképpen a három királyok az inkább az a kategória, kijelentette nekik, hogy megszületett a megváltó, és jöttek a csillag nyomán, tehát égi jelek, égi jel kapcsán kijelentette Isten számukra. Kijelentette Heródesnek, kijelentette a királynak, ugye, az akkori uralkodónak, nagy Heródesnek, kijelentette Isten. Kijelentette a vallásos uralkodó rétegnek, ha szabad ezt a szót mondanom, tehát a zsidó vallási vezetőknek, hiszen ők néztek utána a király kérésére, parancsára, hogy hol kell megszületnie a megváltónak, és ők mondták, hogy Betlehemben, és mondták a bölcsek is, hogy oda megyünk Betlehembe, mert oda megy a csillag, mi megyünk oda. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ott születik meg a világ megváltója, és mindenki másképpen reagált erre. Most erről nem akarok annyit beszélni, mert ez másfele viszi a fonalat. De amit szeretnék ebből kiemelni, hogy Isten mindenféle emberhez szól, mindenkit egyenértékűnek tekint, és így ölel magához, és Jézus születésekor ezt már üzente az egész emberiségnek. Kicsi, nagy, szegény, tudatlan, öreg, fiatal, gazdag, tekintélyes, király, vallási vezető, mindenféle emberhez elérkezett az Istennek az üzenete. És ez csodálatos, testvérek, hogy az Isten nem diszkriminál mai szóval. Senkit nem tesz félre. Így mondja az ige, Simeon ezt profétája, amikor Jézus beviszik a templomba születése után nem sokkal, ugye a törvénynek megfelelően, és egy csodálatos profécia hangzik el Jézusról, ott azt mondja az ige, hogy a pogányok megvilágosítására íme itt van ez a gyermek. És ebben már benne van az egész világ felé az evangéliumnak az üzenete, az örömhírnek az üzenete. És kedves testvérek, Isten Jézus Krisztusban bemutatta az ő tökéletes szeretetét. Tudjátok, az agapé, amiről beszéltem, az Istennek a szeretete, az kész áldozatot hozni a másikért. Az áldozat az, hogy az önmagam érdekeinek ellenébe megyek tulajdonképpen, hogy a másiknak jó legyen. És sokan ezt úgy élik meg, hogy keserűen élik meg, most emberi szinten mondom, az áldozatot. Én hallottam már olyan szülőt, aki azt mondta, hogy majd, ha nem leszek, meg tudjátok, hogy mennyi áldozatot hoztam értetek. Vagy én, vagy házasságokban, ami már ugye a megromlás útja felé megy, azt mondja, hogy az egész életemet te neked áldoztam oda, és ezt kapom. Tehát ez nem biztos, hogy az agapé szeretetből fakad, vagy inkább így fordítom, biztos, hogy nem. Mert Isten ezt soha nem hánytorgatta föl senkinek sem, hogy ő ezzel a önfeláldozó szeretettel jött közénk, hanem mindig elébünk tárja. Újra és újra elébünk tárja. Hogy emberi példát hozzak, a Biblia is nagyon gyakran alkalmazza a szülő gyerek iránt való szeretetét, ugyanakkor a legtöbb helyen hangsúlyozza is,
például, hogyha apád vagy anyád elhagynának, én téged soha el nem hagylak. Tehát, hogy mennyivel több az Istennek a szeretete. És mondja, hogy Jézus is, ugye, hogyha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Tehát mindig fölé emeli az Isten szeretetét, a családi kötődések szeretetének, de abban is csodálatos példákat láthatunk már a ember-ember közti, és így a családon belüli szeretetre is, és engem mindig nagyon meghat az, amikor, mivel voltam egy kicsit börtönszolgálatban is, találkozok olyan szülőkkel, aki a teljesen elvetemült, gonosztevő gyerekét teljes szeretettel kezeli. Hát mégiscsak az én gyerekem, akármilyen is, az enyém. Ez nagyon nagy dolog egyébként, ez nagyon nagy dolog. És vegyük tudomásul, hogy Isten ennyire szeret bennünket. Akármilyenek vagyunk, akármit csinálunk, az övéi vagyunk. Olyan érdekes megfigyelni a prófétáknál, akik az Isten az Ószövetségben, az Isten szelleme által beleéreztek az Isten lelkébe, szívébe, úgy könyörög a próféta Ézsaiásnál is olvashatjuk ezt, hogy hát Uram, minden mi igazságunk olyan, mint a rongy, mint a szétfoszlott rongy. Nincs is mivel elébed jönnünk, csak a bűneink vannak, de tekints ránk, hiszen mi sár vagyunk, és a te kezed alkotása vagyunk. És ezért tekints ránk. És Isten újra és újra könyörült, ezt láthatjuk az Ószövetségben is, erről szól, hogy újra és újra könyörült az ő választott népén, de a teljes szeretete az Istennek Jézus Krisztusban nyilvánult meg. És akármilyen vagy, Isten szeret. Ez egy fantasztikus dolog. Ez az egyetlen menedékünk. Mindenkinek ez a menedéke. Higgyétek el, testvérek. Az embert megindítja az, hogy látva idős embereknek az életük végén, ahogy summázzák a saját életüket, azt látom rajtuk a legtöbben, hogy egyre inkább oda arrafele tendálnak, hogy a szeretet után vágyakoznak. És azt mondják, hogy igazából azért valamit, amit szeretetből cselekedtünk. Másnak nem nagyon marad nyoma idővel, de a szeretetnek igen. És Isten ezt a nyomot hagyta itt ezen a földön. De nem csak, hogy a nyomot hagyta itt, hanem beborította ezt az egész földet az ő szeretetével. És ez karácsonykor, az első karácsonykor, Jézus Krisztus születésekor megérkezett ebbe a világba. Kedves testvérek, Isten mindenkinek oda akarja adni Jézus Krisztust, mint az ő ajándékát. A kérdés az, hogy mi hogyan fogadjuk őt. Teljesen rajtuk múlik, hogy hogyan vesszük el Istentől az ő ajándékát. És sokszor ajándékokat az emberek nem értékelnek úgy, ahogy az van. Én is voltam ilyen helyzetben, nem csak amit előbb említettem, hanem voltam egyszer egy olyan helyzetben, hogy nem ismertem föl a helyzetnek a soha vissza nem térő lehetőségét, és ilyen kis ügyes bajos dolgaimmal elszalasztottam. És az, aki fölfogta, hogy mit szalasztottam el, aki próbált volna abba az irányba terelni, de mégsem tudta az én akaratom ellenére véghez vinni, az nagyon megszomorodott emiatt, és én csak később jöttem rá, hogy egy nagy lehetőséget szalasztottam el. És kedves testvérek, Isten újra és újra és újra oda tárja minden ember elé az ő végtelen szeretetét. Nem vádol, mert az ige azt mondja, hogy én nem elítélni jöttem ezt a világot, mondja Jézus Krisztus, hanem megmenteni jöttem ezt a világot. Hanem megjelenik az Isten szerelme minden ember előtt. És Jézus Krisztusban ez történt 2000 évvel ezelőtt. Eljött az Isten szerelme mi hozzánk. Kedves testvérek, ahogy említettem nektek, hogy akkor növekszik egyre inkább ennek az értéke, amikor elmélyülünk az Istennek az igéjébe. És Pál apostol ezért imádkozik, hogy így mondja az Efézusi levélben, meghajtom az én térdemet, és azt kérem Istentől, hogy adja meg nektek a kijelentésnek a lelkét, hogy megértsétek az Isten végtelen szeretetét irányunkban. Mert ha ezt megértitek, akkor ettől
emelkedik föl a ti életetek egyrészt, másrészt ez a forrása annak, hogy mi tudunk szeretettel szolgálni. Meg kell értenünk ezt a szeretetet. Ez az elfogadással kezdődik. És ahogy egyre inkább őt megismerjük, a szeretetből merítünk egyre többet. Hallottam azt a mondást, és teljesen egyetértek vele, hogy az, hogyha többet tudok Istenről, az igazából egy dologra jogosít föl, hogy több szeretetet adjak. Másra nem. Másra nem. És sajnos nagyon sok vallásos ember az ismereteit arra használja föl, hogy másokat elítéljen. Jézusnak ehhez semmi köze. És én ezt úgy értettem meg a saját életemben, amikor Isten egy élethelyzetben, történetesen fiatal hívő voltam még akkor, és azért említem ezeket az eseményeket, mert ezek ilyen pillérei a saját hitemnek és a saját Isten ismeretemnek, amire mindig visszanyúlhatok, mert Isten azt nekem személyesen mondta. Én személyesen értettem meg az ő igéjét, és ezt akarja mindannyiunkkal Isten tenni, hogy személyesen értsük meg. És az történt, hogy a főnököm kiszúrt velem lépten nyomon és igazságtalanul, mert végül is féltékeny volt rám, igazából mindig ő mondta, hogy mit vágsz fel a diplomádra, én soha elő nem hoztam, neki nem volt, neki volt ez a baja, nem az én bajom volt, hogy nekem volt, hanem neki az volt a baja, hogy neki nem volt, nekem meg volt ezek szerint. És lépten nyomon kiszúrt velem, tehát lehetetlen helyzetekbe hozott, és nagyon sokat szenvedtem emiatt, persze oda mentem Isten elé, és mutogattam Istennek, mintha ő nem tudta volna, hogy nézd meg, mit csinál velem, milyen gonosz. És akkor egyszer csak szólt hozzám, hogy szeressed. Tudjátok, nem is biztos, hogy meghallja az ember az elsőre. Mert ez úgy valahogy nem passzolt bele a mi elképzelésünkbe, abba a helyzetbe. És akkor világosan szólt Isten, szeressed. Hát 2 hét kellett, még eljutottam oda, hogy elfogadom. Hogy elfogadom, hogy ez az Isten akarata, hogy szeressem. Tehát egyáltalán, hogy elfogadjam. És akkor utána újabb idő kellett, hogy ezt a szeretetet meg is kapjam Istentől. Tudnék, azt mondtam Istennek, rendben van Istenem, elfogadom, hogy szeretnem kell. Egy probléma van, hogy nincs bennem szeretet. Ő irányában. De mivel azt mondtad, hogy szeressem, akkor adjál szeretetet. És nagyon gyorsan ez megtörtént. Amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor Jézus arra a feltétel nélküli szeretetre gondol, ami neki van, ami Istennek van. De azt akarja, hogy mi úgy szeressünk. És amikor így történt az életemben, hogy megértettem, hogy Isten azt akarja, hogy én szeressem azokat, akik engem nem szeretnek vagy bántanak, akkor tőle kértem ezt a szeretetet, és egyszerűen megadta. És úgy mentem be a munkahelyemre, hogy teljes szeretet volt a szívemben. És a Biblia azt mondja, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert addig mindig úgy mentem be a munkahelyemre, hú, mi lesz, mivel fog majd támadni, tehát előre már bekészültem, hogy fogok védekezni. A szeretet az teljesen nyitott. És mindenféle előgondolatok nélkül bementem a munkahelyre, és a szeretet volt bennem, amit Istentől kaptam, és elkezdett félni tőlem a főnököm. Ez így volt. Addig direkt élvezte, hogy froclizhat, mert én próbáltam védekezni, úgy gyenge érvekkel visszavágni, meg ebbe a frusztrált helyzetbe mindenféle dolgot csináltam, de sehogy sem jöttem ki belőle jól, és amikor Isten betöltött az ő szeretetével, akkor betöltött az Istennek az ereje, amely szeretet fönntartja az egész világ mindenséget. Isten tartja fönn az egész világ mindenséget, Isten maga a szeretet, és ez betöltött engem, ez az erő, és egész egyszerűen gyermeki módon megéltem, hogy tudom szeretni azt, aki engem nem szeret. És ez minden fegyvert kiütött a kezéből. Elképesztő volt látni, hogy mennyire hatásos. És ezt a példát szoktam használni aztán későbbi börtön szolgálataim során, hogy nehogy azt gondolják az elítéltek, hogy mert sokan ott gyúrják magukat, hogyha majd kijönnek.
ugye másért is gyújják magukat, de ez egy nagyon fontos lelki tényező, hogy akkor majd előszedik, akik ellenük tanúskodtak, meg stb. Én lekérdeztem őket, tehát sokakat ez motivál. És mondtam, hogy gyerekek, nem ez a legnagyobb erő. Nem is a bosszú, ami most hajt téged, hanem a szeretet a legnagyobb erő. És a szeretetet mindenki megérzi, és az kiüti a fegyvereket az embereknek a kezéből. És kedves testvérek, Isten ezzel a szeretettel jön. Kiüti a fegyvereket a kezeidből, az én kezemből, mindannyiunk kezéből, és megadjuk magunkat ennek a csodálatos szeretetnek. Ez a karácsonynak az üzenete. És táplálkozzunk ebből minden nap, az Isten megjelent kegyelméből és szeretetéből, Jézus Krisztusból, az agapé szeretetből. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy így ünnepeljük a karácsonyt, és így éljük a hétköznapi életünket minden nap. Amen. Karácsony estén a fenyőfa körül, szívemben öröm teli, háladal csendő. Thank you.
csúny este, mikor minden elcsitul, s a csillogó fenyőfára sötétség borul. Jól tudom, hogy szerelmet tüze bennem tovább él. Uram, miért?